Akkor tulajdonképpen innentől kezdve jó esetben mindent vesz a kamera. Bár volt már rá példa, hogy tartottam egy előadást, elég régóta, gyakorlatilag 4-5 éve veszem az előadásaimat, és megtartottam életem egyik legjobb előadását. Mentem kikapcsolni a kamerát, és néztem, hogy erre nincsen szükség, mert nincs bekapcsolva. Tehát így ellebegett az univerzumban. Azóta így beépült, hogy ilyen szorongóan időnként belenézek, igen, veszi, jó, rendben van. Na, tehát közben elindítom a diavetítést is, és hát mielőtt belevágnánk a tulajdonképpen a részletekbe, annál is inkább, mert hogy ugye szóba került a megismerési stratégiának a különböző lehetőségei, ezért mielőtt a részletekbe belefeledkeznénk, néhány dolgot érdemes tisztázni. Ugye az első dolog, amit érdemes itt tisztázni, hogy mi alapvetően egy racionális megismerési stratégiát igyekszünk követni. Ennek a racionális vagy tudományos megismerési stratégiának három alapvető kritériuma van, hogy minden, amit kijelentünk, tehát a tudományos világban kijelent az ember, annak ellenőrizhetőnek kell lennie. Tehát igazolhatónak vagy elvethetőnek. Na most ezeket tényeknek hívják. Viszont eléggé zavarbejtő dolog, hogy ezek a tények, hogyha előveszünk mondjuk egy 20-30-50 évvel ezelőtt megjelent könyvet, vagy hát vannak az úgynevezett front tudományok, ilyen a biológia, ilyen a kísérleti fizika, ahol általában 5 évnél korábban megjelent publikációra nem szokás hivatkozni. Annak abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy olyan sebességgel fejlődik a tudomány, hogy ezek elévülnek. Tehát érdemes ezekhez a tényekhez hát meglehetősen rugalmasan viszonyulni, ugyanis van a tudományos megismerésnek egy nagyon fontos sajátossága, nevezetesen nincsen végső megismerés. Hanem ez a megismerés az egy folyamat. És az ismeretek jelentős részéről egy idő után kiderül, hogy azok nem úgy vagy nem annyira, vagy egyáltalán nem igazak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, annál is inkább, mert nagyon gyakran úgy foglalkoznak a tudósokkal, vagy a kutatókkal, én inkább a kutató kifejezést szeretem használni erre, az a kukáshoz közelebb áll, mert ugye a tudós az valami módon egy ilyen papi funkciót jelent, a kukás meg, hogyha valaki találkozott meg kukással, az így turkál benne, és talál valamit, és akkor próbál azzal. Na most sokkal közelebb áll a tudományos kutatás ehhez az attitűdhöz, hogy az ember azokból az ismeretekből, amiket meg tud szerezni, próbál egy konzisztens világot valami módon leírni. Na most, hát ezekből itt tulajdonképpen jön egy új műszer, egy új eljárás, egy új szempont, egy új vizsgálat, és kiderül, hogy ami előtte volt, az nem úgy, vagy nem annyira, vagy egyáltalán nem volt igaz. Tehát nagyon fontos tudatosítani, hogy amit egy kutató mond, az azt arra a tudományos szintre és helyzetre vonatkozik, ami éppen van. Ha jó kutató, akkor a frontról, tehát hogy az ismeretek első vonalából, hogyha nem annyira, akkor pedig régebbi ismereteket böfög vissza. Na most a helyzet az, hogy az iskola rendszer az meg úgy működik, hogy késleltetetten, mint az óceánok hőgazdálkodása, tehát általában az általános iskolában a 20-25 évvel ezelőtti ismeretek mennek, a gimnáziumban a 15 évvel ezelőtti ismeretek, az egyetemben meg az 5 évvel ezelőtti ismeretek. Ennek nem csak az az oka, hogy a tanárok nem képzik magukat tovább, hanem az is, hogy ugye az, hogy valami módon továbbadjanak egy ismeretet, azt azért kontrollálni kell, tehát kell egyfajta validitási tréning ahhoz, hogy ezeket az ismereteket átadják. De fontos ezt tudatosítani, hogy ezen az úton nincsen végső megismerés. Az előbb emlegetett Duda Ernő barátom például egyszer volt egy beszélgetés, aminek én voltam a beszélgetőtárs az Ernő mellett, és akkor föltettem neki ezt a kérdést, hogy amikor volt a Covid, akkor nagyon sok kritika érte a kutatókat, hogy össze-vissza beszélnek. És akkor mondta, hogy ilyen a tudomány természete. Más módszereket, más elméletet, más adatbázist használnak, és másfajta következtetésekre jutnak. Tehát ők nem papok. Nem papok. Ugyanis a legfontosabb konkurenciája a megismerési stratégia szempontjából, a racionális megismerési stratégiájának, az a, nevezzük egyszerűen, transzcendens vagy spirituális, nem, hát ez messze vezet, mondjuk nevezzük transzcendens vagy teológiai megismerési stratégiának. Annak mi az alapegysége? Az Isten élmény. Tehát anfasza, hogy a művelt francia mondja, találkozik az ember Istennel, vagy Istennek valamelyik képviselőjével. Ugye Mózes a hegyen találkozik Istennel, és megkérdezi, hogy te ki vagy. És akkor különböző fordítások vannak, most a
magyar nyelven kanonizált verziót vegyük, vagyok, aki vagyok. Vagy hát ott van Mózes, nekem nagyon sok muszlim diákom van az utóbbi időben, az angol nyelvű képzésben, és kicsit utána olvastam ennek az iránynak, és ott ugye Gábriel arkangyallal találkozik Mohamed. Na most, hogyha én nektek azt mondanám, hogy én tegnap a Gábriel arkangyallal hosszan söröztünk, akkor nyilván a dolog több ponton is cáfolható lenne, pedig lehet, hogy Gábriel arkangyallal söröztem. De ugye miért nem hiszitek ezt el nekem? Mert sörözött. Mert hogy alapvetően egy olyan világban élünk, ahol a teológiai megismerési stratégia gettóban van zárva. Volt egy időszak egyébként, amikor ez a három alapvető megismerési stratégia van, amiről én tudok, tehát nem tudom, hogy mi van meg, mi nincs, amiről én tudok, arról beszélek, vagy itt az előbb elmondtam. A 17. század elején volt egy kivételes időszak az emberi megismerés történetében, ahol a három megismerési stratégia, a mágikus, a teológiai és a racionális, az fej mellett indult. És mindenki foglalkozott mindennel. Tehát például a John Dee, aki egy ilyen legendás figura volt, aki kitalálta Nagy-Britanniát többek között, és az első Erzsébet királynőnek volt a személyi főtanácsadója, ő mind a háromba versenyzett. Vagy ott van Giordano Bruno, akit megégettek, ő is mind a háromba versenyzett, tehát neki a periratában az egyik tétel az az volt, hogy a mágiát azt egy jó, hatékony és eredményes, hát hogy mondjam, stratégiának, probléma megoldási módszernek tartotta. Nem erről híres, de mindenki játszott mindegyikben. Na most a 17. század végére a racionális győzött. A racionális győzött. És jelenleg a nyilvános kommunikációban egyetlen narratíva van, ami teljesen elfogadott, az a tudományos. De ezt mindig el szoktam mondani, hogy amikor a tudományos megismerési stratégiáról beszélünk, akkor ez a világnak csak egy szeletét képes megmutatni. Tehát mindennek van előnye, hátránya. Tehát a racionális megismerési stratégiának az az előnye, amit itt egyébként majd tapasztalni is fogunk, hogy az ismereteket át lehet adni. Tehát amiről én beszélek, azt minden további nélkül, hogyha megvan a devotion, ahogy szépen szokták mondani, akkor azt ti meg tudjátok tanulni. Meg tudjátok tanulni, nem okoz problémát. A teológiai megismerési stratégiának az az előnye, hogy van végső megismerés. Tehát vegyünk mondjuk egy keresztény példát, Szent Pál, aki előtte Saulként, lelkes farizeusként üldözte a keresztényeket, és három vagy négy vértanúnak a vértanúságához empirikusan is közel volt, éppen megy Damaszkuszba, hogy ott folytassa ezt az üldözést. És akkor találkozik a damaszkuszi keresztúton Jézussal, elveszíti az eszméletét, elveszíti a látását, szóval gyakorlatilag offolják, ahogy a mai fiatalok szokták mondani, és aztán beviszik Damaszkuszba, és ott egy keresztény orvos az, aki hát gyógyítja. És onnantól kezdve ebből a lelkes farizeusból lesz egy lelkes egyházépítő. Ami azért nagyon érdekes, mert hogy megváltozik a fókusz, de a pszichológiai karakter az ugyanaz van. Ugyanaz a túlzásokra hajlamos, intenzív, lelkes valaki marad, aki farizeusként is volt. Tehát lesz belőle egy keresztény egyházépítő, ugyanazzal a pszichológiai profillal, Mórról lesz, ahogy a művelt franciák mondják, mint ahogy üldözte a keresztényeket. Na most én elmeséltem ezt a történetet nektek, szemlátom már senki nem veszítette el az eszméletét, nem ment el a látásotok, meg ilyesmi, nekem se egyébként. Tehát nekünk ez egy történet. Tehát a Isten élménynek van egy olyan gyöngéje, hogy nem lehet átadni az élményt. Azzal az intenzitással, mint aki kapta. Tehát a racionalist azt át lehet adni, nincs végső megismerés, de ugye nézzük Szent Pál életét, vagy akár a Mohamednek az életét. Ők nekik nem voltak kétségei utána. Mert hogy megkapták a végső megismerést. Csak ugye az történt a felvilágosodást követően, hogy a megismerés, nagyon durván csinálták ez egyébként egymással ezek a csoportok a rivalizálást, tehát volt egy, most hirtelen nem jut eszembe egy zsidó filozófus, talán később eszembe jut majd a neve, egy hamburgi zsidó filozófus, aki forráskritika tárgyává tette az Ószövetséget, vagy hát ugye a zsidó bibliát. 39 korbácsütésre ítélték, le kellett feküdnie neki a rabbinikus bíróság, le kellett feküdnie a zsinagóga lépcsőjére, és átgyalogolt rajta az egész hitközség. Egy éven belül gyilkos lett.
Tehát ezt oda-vissza nagyon durván csinálták, tehát hogy mind a két intézményes társaság, tehát a racionálisok meg a teológiai intézmény rendszer is fullba nyomta a kretént, ha szabad drága Tarantinót ilyen módon. És tehát nagyon-nagyon-nagyon. És mikor eldől, hogy, és ha körbenéztek, jelenleg a racionális az egyetlen elfogadott narratíva. Tehát, hogyha valaki kommunikál, és mondjuk arról beszél, hogy az angyalokat, azokat ő neki, hogy mondjam, napi találkozása van velük, akkor nem övezi közbizalom. Hát én önhibámon kívül Kelet-Magyarországról származom, ez egy református vidék. És én nem is tudtam arról, hogy vannak a világban katolikusok. Egyszer megkérdeztem édesanyámat, hogy kik azok a katolikusok. Mert hát ő már járt más helyeken is, én kicsi gyerek voltam, és annyit mondott csak, hogy hát köztük is van rendes ember. Tehát ez egy rugalmasabb református álláspont volt. Na mindegy. És hát itt a honvédtéri egyházközségben mulatom az időt hobbi keresztényként, és ott, ha valaki járt arra, akkor tudja, hogy amikor jövünk ki, tehát ott nagyon reformátusok már rend van, tehát ez egy rendes társaság. Képeket lemesszelik, ne nézelődjetek, ott a tiszteletes úrokos dolgokat mond. Üvegalakokat kiverjük, az is elbizonyja. Na mindegy. Tehát ilyen nagyon, nagyon rendes emberek. És a kijárat mellett, ugye ott van, mikor kijövünk a templomból a reformátuséknál, akkor ott van a tiszteletes úr és iattól mindenkivel, külön-külön. És akkor, ugye különböző verziók vannak, Magyarországon az a szokás, hogy áldás békesség, Erdélybe dicsőség Istennek, tehát mindig van egy ilyen búcsú formula, amivel elbúcsúznak egymástól, és ott van fölírva, tehát álltam mindenkor és előrengetem embereket, és ott van fölírva, hogy ki innen kimész, missziós területre mész. Ami ugye azt jelenti, hogy gettóba vagyunk zárva. Gettóba vagyunk zárva. Tehát amit itt még el lehet mondani a komolyság, meg egyáltalán a hihetőség keretei között, az kint már nem. Kint már nem. Tehát jelenleg egyetlen megismerési stratégia van. Most a mágiáról ne is beszéljünk, mert ugye ha valaki egyszer látta a Budapest Televíziónak a távgyógyítóit, és a ugye már jobb, de nem lehet kizárni. Tehát e tekintetben én a mágiát tekintve úgy vagyok szkeptikus, mint ahogy a Popper Péter volt, aki azt mondta, hogy bármit elképzelhetőnek tart. Úgyhogy én is így vagyok ezzel, hogy nem tartom kizártnak. De ezt mindig azért szoktam csak elmondani, itt van egy személyesen érintett is, de azért szoktam elmondani, hogy mindenki tudja a tudományról, hogy ez egy korlátozott megismerési stratégia, előnyökkel, hátrányokkal, de nem ez a világ. Tehát ez nagyon fontos tudatosítani, nem ez a világ. Ez a világnak egy része. Egy része. Nekem ehhez van licenszám, tehát a nagyszünetben sem fogok kézrátétellel hát bármit csinálni, mert hogy arra nekem nincs licenszám. Ehhez van. Csak ugye fontos tudni, tehát ez kicsit olyan dolog, amikor az ember megszerez egy jogosítványt, hogy az mire jó. Tehát én kamionokat nem vezethetek, és nem csak azért, mert hogy nincs kamionom, hanem mert hogy nincsenek meg a képességeim ehhez. Tehát a tudományos megismerésnek az első kritérium, amit itt a kivetített részen is szerepel, hogy ellenőrizhető. A másik dolog, ugye különösen ez a kísérletes természettudományokra igaz, hogy megismételhető. Tehát amikor leírnak valamilyen eljárást, ha valaki követi a protokollt, onnantól kezdve ugyanarra az eredményre fog jutni, bár volt egy vegyész ismerősöm, neki volt ez a visszatérő mondása, hogy sikeres kísérletet soha ne ismételj meg, de hát ugye nem ez a hivatalos protokoll. Bizonyítható és elvethető. Na most, amikor az ember publikál valamit, akkor tulajdonképpen ezek a publikálásnak a szintjei, négy alapvető szintje van. Van az első, a könyvismertetés. Ezt kell nektek is majd csinálni, 10.000 karakter terjedelemben. Nyilvánvalóan plusz-minusz 1000. Tehát olyat nincs, ami kiszámolja az ember 10.000-t, kiüt néhány szóközt, vagy pontot, vagy pontos vesző. Tehát nagyjából 10.000-nek kell lennie, de arra fölhívnám nyomatékosan a figyelmet, hogy mondjuk ne legyen 15.000, és ne legyen 6.000. Tehát ez azért nagyon fontos, mert hogy a tudományos munkának az egyik fontos kritériuma a keretek fegyelmezett betartása. Tehát, hogyha 10.000, akkor 10.000. Plusz-minusz nyilván. Ugyanis ez arra szorítja rá az embert, akár szóban, akár írásban, hogy fegyelmezett legyen.
És a tudományos munkának az egyik fontos olyan lelki összetevője, ami nélkül ez nem megy, ez a fegyelmezettség. Tehát az ember tudjon kereteket tartani. Kicsit ez olyan dolog, mint amikor tanítják a gyerekeket írni, és biztos tapasztaltátok, hogy ugye az egyik dolog, hogy az ember be tudja, vagy a gyerek be tudja tartani a sorok között a távolságot, tehát nem megy túl a vonalon. Na most itt a 10 perc vagy a 10 000 karakter, ez a nem megy túl a vonalon. Ugyanis ez formai hibának számít. Formai hibának számít, tehát ugye annak idején én nagyon sokat néztem hát különböző jégtánc közvetítéseket, ez nem azért volt, mert hogy a faluban nálunk a jégtánc iránt olyan radikális érdeklődés volt. Egy tévé volt, egy csatorna volt, és jégtánc közvetített, és a tévét akartam nézni, az volt a program. Na most ezért a szükségesnél jobb, vagy nagyobb felkészültséggel rendelkezem a jégtánc tekintetében, és ott volt egy ilyen, hogy az döbbenetes volt annak idején, tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, társadalomtörténeti emlék, amikor a Gyulai István a fekete-fehér tévén próbálta elmondani azt, hogy milyen színű a ruha. Tehát ez annyira, hogy mondjam, értelmetlen volt, hogy minden fekete-fehér volt, és akkor most elmondani, hogy a türkisz kék szín. Na mindegy. És ott is van a nehézség, tehát a tulajdonképpen milyen nehéz elemek vannak, és van a művészi érték. Van a művészi érték. Na most itt az erőssége, tehát ez egy formai kritérium, amit mindenképpen be kell tartani. A másik dolog, amit az ismertetésnél fontos elmondani, hogy itt nem arról van szó, mint a zsugorított temetkezésnél, hogy egy nagy könyvből csinálni egy kicsit. Nagyon sokan egyébként ebbe a hibába esnek, hogy próbálnak a könyvből egy kicsit csinálni, mindenről legyen szó egy fél mondatban. És ráadásul követik a fejezet struktúrákat is. Na most az ismertetés az nem egy tanulmány, nem egy könyv, nem egy kicsinyített könyv, hanem egy esszé. Tehát ez tulajdonképpen olyan, most némi egyszerűsítéssel, mint amikor elolvastok egy könyvet, utaztok együtt vonaton, és a másikat érdekli. És akkor ugye elmondjátok, hogy mik vannak benne a könyvben, meg mik voltak az érdekesek. Tehát, hogy alapvetően ez egy szubjektív esszé. Egy szubjektív esszé. Nincs benne fejezett tagolás, nem kellenek bele lábjegyzetek. Ha valaki beletesz, mert úgy érzi, hogy erre igaz, az nem hiba, de alapvetően ez nem egy tudományos, ez egy esszé. Ezt úgy hívják egyébként az újságírásban, hogy véleménycikk. Na most ennek alapvetően azért van két alapműfaja. Az egyik a ajánló, tehát amikor ajánlanak valamit, tehát egy ilyen kicsit promóciós jelleggel, a másik a recenzió, amikor azért kritikailag is elmondják, hogy hát azt nem nagyon kellett volna, vagy nem úgy kellett volna. De nagyon fontos dolog, hogy ez esszé. Az esszé meg hát kimondottan egy szubjektív műfaj. Ugye a második szint, ez az is, mert ezt kell majd nektek csinálni, ugye 10 000 karakterben. Nagyon, igen. Szó közel természetesen. Ugye ez volt van egy fordító haverom, és egy gyógyszergyárnak dolgozott, és sokalták neki a kifizetendő összeget, és mondták, hogy ők csak szó köz nélkül fizetik ki, és egy művelet gyakorlatilag a Wordbe kiütötte az összes szó közt, és elküldte nekik a szöveget. Kifizették neki szóközzel. Úgyhogy van megoldása ennek a problémának is. A Béla kipróbálta, elfogadták, helyes választok, igen. Fogok csinálni a CoSpace felületen egy beadandó mappát. Ez azért nagyon fontos dolog, mert hogy akkor pontosan tudom követni, mert ugye az a gond, hogy a levelező rendszerünk, ez most a kritika része, hogyha valaki esetleg nézi az Egyetem Számítástechnikai Központjánál, nem olyan nagyon megbízható, hogy nagyon finoman fogalmazzak. Egy-kettő elveszett bármilyen módon. Tehát többször előfordult már, hogy valami megmagyarázhatatlan kategorikus imperatívusztól indítva a levelező rendszer beletette a spamek közé. És spameket sportszerűségből nem nézek, és csomó levelem veszett így el. Egy idő után már nézem, tehát az ember próbál alkalmazkodni. Tehát a beadandók mappába kell feltölteni, és hát vizsgaidőszak vége felé már könyörölni szoktam a hallgatóknak, hogy egyébként nem tudok neki jegyet adni. Általában megszánnak a hallgatók és elküldik, hogy nem. Én mindennek örülök. Tehát nem vagyok válogatós.
Annyi, hogy nehogy is hívják, ne telefonnal befotózva, sötét helyen, tehát hogy szóval valamit azért lássak belőle. Na, tehát lényeg az, hogy a következő szint az a tanulmány. A tanulmány az egy tudományos problémának az áttekintése, és ott tulajdonképpen egy protokollt kell lefuttatni, a kérdés föltételétől a válasz megtalálásáig, erről majd később lesz egy dia. Van a disszertáció, ami átkötést jelent, hogyha valaki tudományos pályára indul, átkötést jelent a könyv és a tanulmány között, tehát ez kvázi egy könyv, de mégse könyv, mert hogy ugye a könyvnek az a célja, hogy azok az olvasók olvassák el, akik a téma iránt érdeklődnek. A disszertáció viszont, az tulajdonképpen olyan, mint egy céhes vizsgamunka, hogy az nem az olvasóknak készül, hanem tulajdonképpen a tudomány azon embereinek, akik azt bírálni fogják. Tehát ilyenkor, amikor az ember disszertációt ír, akkor föl szokták hívni a figyelmet, hogy lehetőség szerint tompára írja. A tompát azt nem azt kell érteni, hogy értelmetlen rá, hanem úgy, hogy ne sértsen meg senkit, mert nem lehet tudni, hogy ki lesz a bíráló. Tehát ilyen nagyon kis politikusra kell írni. Könyvet azt lehet bátorra írni, mert hogy az úgyis majd a piacon eldől, hogy ki veszi meg, meg ki nem veszi meg. A disszertációban az embernek a kompromisszumok iránt kell érdeklődnie. Általában az a jó disszertáció, más a jóságot értem én a megvédhetőségbe, hogyha lehetőség szerint az ember kiválaszt magának, ez úgy működik, mint az evolúcióban, ugye azok az állatok sikeresek, akik ki tudnak választani egy olyan életkamrát, alias nist, ahol mások nincsenek. Tehát kiválaszt az ember egy témát, amihez lehetőségben kevesen értenek, azt nagyon alaposan megkutatja, és akkor megnézik, tehát jönnek a nagykutyák, így megnézik, hogy nem jött be az én területemre, nem mondta rólam, hogy idióta vagyok, akkor jó, hadd éljen, tehát megvan ez, ahogy is hívják. Egyébként nagyon veszélyes, tehát én, nekem ugye a kutatási területem az ember és a természeti környezet kapcsolata, én voltam olyan doktori védésen 2000-ben, ahol fölállt igazgató helyettese az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, az akadémiai doktori disszertáció az a globális fölmelegedés regionális hatásairól szólt 2000-ben, és akkor fölállt ez az ember, és azt mondta, hogy nincsen globális fölmelegedés. És mivel ez csak egy hipotézis, ezért tudományos eredményeket erre nem lehet alapozni, és úgy elkaszálták, mint annak a rendje. Na most, hogy a világban az egyensúly van, tehát ezt szokták mondani, hogy ilyen foci hasonlattal élve az élet X-re játszik, döntetlenre. Két év múlva azokat rúgták ki az OMSZ-tól, akik szerint nincsen globális felmelegedés. Tehát kicsit úgy működött, mint a hitvitáknak a természete, hogy az eretnek mások lettek az eretnekek két éven belül, mint akik előtte voltak. Nehéz okosnak lenni ilyen szempontból. Na mindegy, tehát a disszertációt azt érdemes tompára írni, hogy ne bántson meg lehetőség szerint olyanokat, akik a barikádnak a másik oldalán ülnek és az értékelés munkáját végzik. És az utolsó könyv. Erről nagyon fontos elmondani. Én is egyébként azt gondoltam, hogy a könyv meg fog szűnni, mint olyan. És érdekes módon ez kiderült, hogy, mert ugye jött egy új korszak a digitalizációnak a műfaja, tehát ez a bárki bárhova bármit, de a könyv az nem, hogy mondjam, az egy műfaj. Tehát a könyv az egy műfaj, aminek ugye átlagos mérete olyan 200-300 oldal között van, nyilván vannak ilyen háború és béke meg a eltűnt idő nyomában 1000 fölött, meg vannak ilyen 100 oldal körüli nagy tanulmány kiskönyv, de hogy ez egy műfaj. Tehát egy olyan kapszula, információs kapszula, ami egy nagy gondolati egységet képes átvinni az egyik agyból a másik agyba, hogy ilyen képszerűen fogalmazzak. Tehát itt nem a formátum az érdekes, hanem a maga a műfaj. És a ilyen értelemben a könyv az egy nagyon régóta kitalált, megfelelő méretű információ kapszula, amiben bonyolult gondolatokat is át lehet adni. Tehát a könyv, köszöni szépen, azóta is jó egészségnek örvendem. Na most a prezentáció esetén, ugye valaki elkezd konferenciákra járni, akkor kétféle jelenlét lehetőségé fenyegeti őt. Az egyik a poszter előadás. Ezt mindig kezdő kutatóknak szoktam mondani, hogy ez ugyanúgy, mint az ismertetésnél, tehát amikor vannak doktorandusz hallgatóim, akkor szoktam mondani, írjon ismertetéseket. Úgy is kell szerencsétlennek könyveket olvasni, akkor hadd szaporítsa már egy kicsit a publikációs listáját. Mert ez kicsit úgy működik, mint a box, nem tudom, hogy ki szokott boxot nézni. Ez nem cipőtisztítás jelent, hanem egy... emberek ütik egymást. Egyébként a legszebb sport, egyik legszebb sport,
és én általában este vasalás közben szoktam boxot és vagy focit és vagy MMA, nem tudom, tudja valaki mi az MMA, ez nem a Magyar Művészeti Akadémia, hanem a Mixed Martial Art, ahol egy fontos hangsúlyos szabály van, nevezetesen a másiknak nem szabad kiszúrni a szemét. Többit azt úgy szabad. Tehát a szemét azt nem szabad kiszúrni. Hát az a legszebb egyébként ilyenkor, amikor otthon vannak a lányaim is, és a három lányom és a feleségem is simogatják a telefont, én meg vasalok és beszélgetünk a emancipációról. Ennek az az előtörténete, hogy nekem anyukám barónő volt, tehát megtanultam profi módon vasalni. És ráadásul ez engem megnyugtat. Nem azért mondtam, hogy esetleg hoztok majd egy vasalni valót. Ja. Bérvasalás nem vállalok, de és ugye az van, hogy a boxban történt egy ilyen reforma 20 évvel ezelőtt, hogy nagyon sok volt a csalás. Mert a bírók vannak, ott azért csalni is lehet, talán hallottatok róla, máshol is lehet, de itt aztán különösen. És meg arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy a boxmeccsek végén általában azok a fiatal emberek, akik ott ütötték egymást elég lelkesen, azok utána általában kellemesen beszélgetnek. Nem mindig hallják egymást, igen, beszokat a dopártyája, de beszélgetnek, meg általában megölelik egymást, meg barátságosan viselkednek. Ezzel szemben például a sakkozók, ami egy elit sport, ott fölírnám figyelmeteket, hogy vagy be van deszkázva a sakkasztalnak a elválasztó része, vagy hosszú a sakkasztal és nem érik el egymást. Mert nagyon sokáig csinálták azt, hogy ilyen vasalt hegyű cipővel véletlenül sípcsontolták a másikat, és hát ezt időre játsszák, tehát egy ilyen dolognak a feldolgozása, meg hát ahogy beszélnek egymással a sakkozók, az valami, na most nem idézném, mert ugye fölvétel készül róla, de hogy iszonyatos. Tehát kicsit olyan, mint a galambok, amikor harcolnak, nem tudom, tudjátok az milyen, hát nagyon tapossák egymást, mert nincs olyan eszközük, amivel ugye halálos sebet, és akkor gyakorol rajta két órát, akkor azért meghalt, tehát csak nagyon gusztustalan. Na most a sakkozók egymás, tehát a rossz természetű sakkozókról beszélek természetesen, azok így, na most a boxba jött be az, hogy pontozzák. És az van, hogyha kap valaki egy ütést, lehet, hogy csak ilyen, tehát éppen érinti, az három pontozó ül a ring körül, tehát hogy kapjatok egy ilyen sport irányú, talán ez segíti majd a tömegsportban való munkát is, és tehát eléri egyik a másikat, akkor a három pontozóból kettő megnyomja a gombot, tehát van két gomb, hogy egyik boxolót megütik másik boxot, és akkor az pontnak számít. És a végén, akit többet ütöttek meg, az veszi. Na most ez azért igazságtalan, mert mindenfajta ütés egynek számít. Az is, amitől kifekszik, meg az is, ami éppen csak eléri. Na most a tudományra ezt átfordítva, ez azt jelenti, hogy amikor az ember mondjuk tudományos pályára indul, az egyik, amit számolnak neki, az a publikációk száma. Tehát ez egy ütés, mint a boxban. Na most ezt meg lehet tolni, és mindig ezt szoktam javasolni, ismertetésekkel. Úgyis el kell olvasni a könyvet, írj belőle egy ismertetést. És most már mindent fölvisznek, digitalizálnak az MTMT-re, ez a Magyar Tudományos Művektára, és akkor megnézik az emberről, automatikusan generál a program egy listát, és akkor van neki 13 publikációja. Hát mondjuk abból két tanulmány, többi ismertetés, de az mind tudományos publikációnak számít. Tehát egy kicsit ilyen sunyiság, de hasznos sunyiság, mert meg lehet tolni ilyen szempontból, mert hogy ugye van egy kritérium, alsó kritérium, ami alatt nem védhet valaki, tehát kell publikációkat produkálni. Most a poszter, ez ennek a konferencia részvételnek a megfelelője, mert ugye az van, hogy egy konferencia tart egy napig, két napig, három napig, öt napig, értelemszerűen felosztják, hogy hány szekció, tehát kötött az időkeret. Tehát az ember elküldi az anyagát, és nem feltétlenül kerül be a konferenciába, nem csak azért, mert nem jó az előadás javaslat, hanem azért, mert nincs annyi idő, egészen pontosan. Na most viszont van egy menekülési útvonal, a kezdőkutatóknál ezt mindenkinek szoktam ajánlani, ez a poszter. A poszter az azt jelenti, hogy minden konferencián van egy ilyen kiállító tér, ahol az ember kiáll, fölrakja egy ilyen egyszer egy méteres vagy másfél méteres felületre a kutatási anyagát, elmondja, az van egy ilyen poszter szekció, két percben, öt percben elmondja, hogy miről szól, utána kimegy, mellé áll, és azokat, akiket érdekel a téma, azok oda jönnek és beszélgetnek, és rákérdeznek, hogy mi micsoda.
Tehát ez egy ilyen, hogy azt poszterben senkit nem szoktak visszautasítani. Tehát az, az, hogyha az ember konferenciára akar járni, és ugye kell a legitimáció, tehát hogy nem azért megy oda, mert nem tudom, ott van a tengerpart, és akkor miután megérkezett, kimegy beachelni, hanem van neki elfoglaltsága, a poszterre érdemes pályázni, azt elfogadják. Na most, ugye erről már beszéltem, tehát ez csak tulajdonképpen egy ismétlése annak, ami idáig elhangzott. A kurzus teljesítésének két feltétele van, egy ismertetés készítése, nem tanulmányról, könyvről, tehát tudományos könyvről, 10 000 karakter terjedelemben, ezt mindig kijavítjuk, és egy 10 perces előadás egy szabadon választott témában. Na most, ugye mi a tudományos közlésnek a kritériuma? Ezt is érintettük, de fussuk végig szisztematikusan. Ugye az első dolog a kutatási kérdés világos meghatározása. Tehát ez nagyon fontos dolog, meg kell mondani már az elején, hogy mi az a kérdés, amire választ keres az ember. Max kettő. Tehát, mert hogyha sok kérdést fogalmaz meg az ember, tehát ugye ezt mindig el szoktam mondani, hogy a tudománynak, minden korszakának a tudománynak vannak nagy kérdései. Vannak sok kis kérdés, de egy nagy kérdése van. Mondjuk vegyük a történettudományt az egyszerűség kedvéért, vagy a földrajzot, ez a kettő, amihez valamennyire értek. Mondjuk a történettudománynak a 19. században a nagy kérdése az az volt, hogy hogyan jöttek létre a nemzetek. Mert hogy a 19. században az a nemzetépítésnek a kora, ugyanis ezt megelőzően nem nemzetek voltak, hanem birodalmak. Tehát Magyarország az nem egy nemzetállam, hanem egy birodalom, amit különféle dinasztiák irányít. Na most a birodalomban, a tradicionális világban az, hogy ki milyen módon él, az nem azon múlott, hogy milyen nyelvet beszél, hanem azon múlott, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartozik. Tehát voltak nemesek, voltak parasztok, voltak polgárok, és az sokkal közelebb volt egymáshoz, aki polgár volt, különböző nyelvű, etnikumú, kulturális hátterű, mint aki paraszt volt. Tehát a fő választóvonalak azok nem a nyelv és a kultúra mentén húzódtak, hanem a társadalmi státusz mentén. Ezt nagyon jól bizonyítja az, hogy például a kokáért, hogyha Spanyolországból valaki jött Magyarországra nemesként, az volt a cserevaluta. Akkor Magyarországon is nemesnek minősült, nemesi elbírálás alá esett. Ha valaki polgárként jött mondjuk Nürnbergből Budára, ugyanúgy polgár volt. Tehát senki nem vitatta. Ha paraszt volt, akkor maradt abban, és nem nagyon volt fluktuáció a különböző társadalmi csoportok között. Ráadásul ugye az öltözködés abban az időben egy társadalmi kódként működött. Tehát bementek egy néprajzi múzeumba, és ott az arc nélküli babán egy ruha, ha valaki ért hozzá, akkor minden fontos információ rajta van. Rajta van az életkora, a társadalmi státusza, a családi állapota, minden rajta van. De nem kell dumálni. Nem kell dumálni. Tehát mindent ránézel és tudod, hogy milyen vidékről jött, milyen a családi állapota, tehát hogy házas, özvegy, hajadon, mi a társadalmi státusza, hogy paraszt, nemes vagy éppen polgár. Tehát minden rajta van, minden kód, minden szociális kód rajta van. Ami egyébként hátrányt is tud jelenteni, tehát például a kokáért, amikor a vikingek elfoglalják Grönlandot, akkor ők ilyen paraszti világot működtetnek. Csak ugye jön a klímaváltozás, hogy valamit aktualizáljunk, és hát kiderül az, hogy az a posztoruha, ami Norvégiában még csak-csak, de Grönlandon már nem. És ekkor öltözködést kéne változtatni. Tehát áttérni arra állatbőrökre, amit egyébként az eszkimók is használnak, csak hogy náluk a ruha az társadalmi státusz volt. Úgyhogy inkább vidáman megfagytak, mint átöltözzenek. Mert hogy az sokkal erősebb imperatívus volt, hogy a társadalmi státuszukat védjék. Mert ugye az eszkimókat állatoknak tartották. És nem akartak állatok lenni azáltal, hogy átalakítják a ruházkodásukat. Tehát ez bizonyos helyzetekben ez a fajta, hogy mondjam, társadalmi normák, ezek a túlélést teszik lehetetlenné. Oké, tehát világosan meg kell, mondjuk aztán csak, hogy végigfussuk a soron. Tehát a 19. században mi a nemzet? És hogyan alakult ki? A 20. század elején, amikor már lehetett látni, hogy a globális gazdaság formálódásban van, akkor hogyan jött ez létre? Tehát megszületik a gazdaság történet. Aztán utána a következő nagy kérdés a
tömegtársadalmak, hogy jöttek létre, és megszületik a társadalom történet. Aztán a 60-as években, amik azon gondolkodnak, hogy ne ezeket a történeti narratívákat, hogy ki amúgy látja, ezeket ilyen kvalitatív módon rakosgassák, hanem elkezdenek nagy adatbázisokat építeni. Piaci adatokból, termelési adatokból, kereskedelmi adatokból, és megszületik a kvantitatív történetírás, ami statisztikai alapon próbálja megérteni, meg a struktúrák logikáját követve az emberi társadalmak működését. Aztán jön a 60-as években a pszichológiának a hatása, a mentalitás, a gondolkodásmód története. Tehát az embereknek van egy világképük. Tehát mondanék erre egy példát. A környezetvédelem mindig egy fontos ügy volt, de az antikvitás idején ez úgy működött, ez a mágikus környezetvédelem, hogy azt gondolták, hogy a kultnak, hegynek, forrásnak, erdőnek szelleme van, és hogyha te csúnyán viselkedsz, akkor az meg fog téged büntetni. Aztán jött a racionális korszak, amikor levágták a kezedet, tehát voltak ilyen tételek hozzá, és van a posztmodern, amikor ugye fejlettebb országokban az emberek nem azért veszik meg a fair trade, meg a organikusan termelt dolgokat, mert hogy ők jó kijövőjelnek, azt gondolják, hogy ez a helyes magatartás ökológiai szempontból. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy a mentalitás az az emberek viselkedését meghatározó dolog. És az utolsó ilyen nagy kérdés, amikor arra került a fókusz, hogy az ember egy kettős természetű lény, tehát nem csak arról van szó, hogy az ember egy kultúra hordozó, hanem egy állat is. Nem tudom, hogy ti állatok vagytok-e, de én magamról egészen biztosan tudom. Tehát emlékszem egy ilyen történetre kollégista koromból, elég hosszú időt lehúztam különböző kollégiumokba, és ezeknek a kollégiumoknak ilyen fontos, szerintem minden kollégiumra jellemző volt, hogy a magántulajdonnak nem volt olyan nagy primátusa, vagy egyértelmű elfogadottsága, tehát emlékszem egyszer fölébredtem éjszaka, nem volt kajánk a szobába, éhes voltam, és úgy döntöttem, hogy kimegyek, megnézem, mi van a hűtőben, és meg fogom enni. Függetlenül attól, hogy azt valószínűleg nem én vásároltam, szóval egészen biztosan, és akkor némi lelki tussal után úgy döntöttem, hogy megeszem. Kimentem, kinyitottam a hűtőszekrényt, ha valaki kollégiumban lakott, akkor tudja, hogy a nem zárható hűtőszekrényekben mi van, hát ebben is nagyjából két dolog volt, az egyik a izzó, ami megvilágította, a másik pedig egy ilyen 10 dekás vajnak a negyede, amit rövid lelki dusa után megettem, nem volt jó döntés, mert havas volt, és hosszabb idő óta nem talált legyőzőre. Hát az éjszaka hátralevő része az arról szólt, hogy ne hányjak bele a párnába, és nagyon megbántam. És nem csak morális tekintetben, hanem úgy egyébként is, de hát egy állatként viselkedtem, nem kell senkinek szerintem kételkedni ebben, hát nem ragadozok kételem minden evőként, de az is egy állat. Na, tehát az embernek van egy ilyen kettős természet, de biológiai igényekkel, biológiai primátusokkal és más egyebekkel, vagy hát ugyanez volt a hadseregben, emlékszem, hogy amikor én egyetemista voltam, előtt egy évet kellett kempingezni a hadseregben, ami egy klasszikus börtönélmény. Tehát épp ezt, hogy ember nem kívánkozik oda, de olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit egyébként soha nem tapasztaltam volna meg. Tehát az egyik legjobb barátomat talán a legjobb barátomat ismertem meg, aki egy ilyen budai úri fiú volt. És egymás mellé került az ágyunk, és esténként beszélgetünk. Na most egy éven keresztül beszélget valakivel az ember, akkor azért kialakul egy erős nexus. És hát ő budai volt, tehát időnként véletlenül pestinek neveztem, de aztán nagyon megsértődött miatta, úgyhogy maradtunk a budainál. Hát én meg egy kelet-magyarországi faluból jöttem, és ilyen történeteket meséltünk egymásnak, és ezeket, tehát olyannal se találkoztunk, aki olyannal találkozott, aki olyan körülmények között él. Tehát nagyon nagy volt a távolság, ugye nekem nem kell mondani, ő neki meg az egyik felmenője a Kolozsvári Egyetem rektora volt. Tehát ugye nagyon-nagyon más világok voltak, és mind a ketten érdekesek voltunk a másik számára. Hát én meg meséltem neki ilyen disznóvágásos történeteket, ami Tarantino remake-ek voltak tulajdonképpen, ami nem ismerte a Tarantinót. Tehát, hogy a negyedik, ötödik készülés után is a disznó még érdeklődött, tekintett körül és jó egészségnek örvendett, és mindenkiről folyt a vér, és valakinek kés volt a kezébe, és hát a nem túlzás egyébként, amikor a hadházi azt mondja, hogy azért érdemes sapkát viselni, mert azt szúrják le, aki nincs sapka. Tehát, mert hogy ez egy gyilkosság, azért senkinek ne legyen kétsége. Na, tehát fontos megmondani, hogy mi az a kérdés, amire keresitek a választ. A második dolog, hogy ugye itt van egy folyamat, tehát van egy nagyon kedves barátom, ő mondta mindig, hogy mindannyian ugyanannak a szerzetesrendnek
a tagjai vagyunk, már a tudomány világában, és meg kell mondani, hogy előttünk nagyjából mi történt. Tehát az embernek ismernie kell, hogy a következő lépést megtegye, hogy mi volt, mit történtek előtte. Tehát kell általában egy szakirodalmi áttekintést ide belerakni. Fontos a módszer. Ugye a tudománynak ez egy nagyon kritikus része, hogy vannak elfogadott módszerei. És ha valaki azzal a módszerrel dolgozik, akkor azért esélyes, hogy valamire fog jutni. Mondjuk nem tudom, a történetírásban az egyik ilyen módszer, az összehasonlító módszer az egyszerűbbek közül. Tehát amikor az van, hogy mondjuk az ember foglalkozik a legeltetési rendszerrel, és akkor vesz egy ilyen svájcit, amikor fölmennek a hegyre, amit visszajönnek, ugye talán ismeritek a történetet, hogy megkérdeztek most aztán egy vagy két évvel ezelőtt óvodásokat, hogy milyen színű a tehén. Lila. A lila győzött. Tehát ez tényleg nagyon durva. Na mindegy. Ugye van ennek egy ilyen megoldó képlete is, ezt Svájcban hallottam, hogy mitől lila a lila tehén. A milka tehén. Hát mert a fekete sípáján jött le, de hát ugye, na mindegy, tehát ez egy nem legitim megoldás a hegyről. Szóval lényeg az, hogy és akkor mondjuk vegyünk egy Csehet, meg vegyünk egy Székelyföldit, mind a három hegy, hegyvidéki legeltetés, és mi a különbség mondjuk a transzumáló legeltetés, meg a székelyföldi havasi legeltetés között. Nem olyan nagyon sok, de ugye ez az összehasonlító módszer. Különböző helyeket veszünk, összehasonlítjuk, és a különbségekből vonunk le következtetéseket. Tehát a módszer, nagyon fontos dolog. És ezt el kell mondani, hogy ezt a módszert használom, amikor egy ilyen vizsgálatot hajtok végre. Nagyon fontos a fogalmi rendszernek a meghatározása. Tehát milyen fogalmakat használunk? Biztos ismeritek ezt a klasszikus példát, hogy Bulgáriában a fej mozgatás ilyen transzkommunikációs jelzés, ez fordítva van, tehát a fej rázása jelenti, hogy igen, és a bólogatás jelenti, hogy nem. Tehát amikor bármiről beszélünk, a kulcs fogalmakat meg kell határozni, mit értünk rajta. Nagyon egyszerű. Tehát például én számos gyerekemnek a ilyen komoly munkaórákat toltam le különböző játszótereken, és hát amikor a harmadik órában az ember még homokformákat csinál, az már nem olyan tiszta élvezet. Tehát olyankor próbáltam szórakoztatni magam, nem veszélytelen egyébként. És akkor ugye elmagyaráztam gyerekeknek, hogy nem volt szép tőlem, hogy ez itt a fülünk és ez az orrunk. De hogyha ezt egy globálisan mindenki elfogadná, akkor meg lehetne cserélni ezeket, de én csak ezeket a szegény gyerekeket zavartam össze. Meg hát ugye oda jöttek hozzám, hogy kérdezik, hány éves vagyok, vagy ki vagyok én, mondtam, jó óvodás. Senki nem röhögött, tehát hogy ez teljesen legitim. És akkor, hogy melyik óvodába járok? Mondtam, hogy Batthyány utcai óvodában, és hogy mi a jelen, mondtam, hogy giliszta. Tehát teljesen jó beszélgetéseket lehetett. De voltak veszélyesek is ezek közül, veszélyesek, és emlékszem, még az Anna lánya most 32 éves, akkor még 3 volt, tehát régebben történt, mert ilyen nagy távolságok vannak a gyerekeim között már időben. Az nagyon jó, amikor a 15 éves fiam nem érti meg magát a 32 éves nővérével, mert a 32 éves nővére már élt akkor, amikor még használtak kazettát, magló kazettát. A Bandinak meg már a CD-lemezés ipari műemlék, tehát, és akkor beszélgetnek egymással. Na mindegy, én meg aztán tényleg tehát a születés évében vezették be a villanyt a faluba. A Bandi fiam már wifi nélkül nem tud létezni, tehát hogy itt olyan kulturális gépek vannak, amit... Na mindegy, szóval Anna lányommal éppen homokozunk Kecskeméten, éltem egy darabig, és lényeg az, hogy hát a negyedik órában már nem volt őszinte a mosolyom, de valamit szóra. És akkor meséltem a gyerekeknek, hogy járunk fel a Holdra. Ezen se bőgött senki. És ha valaki látta a Mézgaladár kalandjait, az volt az inspirálás, és akkor mondtam nekik, hogy van egy fölfújható rakétánk, abba szállunk be. Az Anna tudta, hogy ilyenkor részletekkel kell kiegészíteni az én történetemet, tehát úgy működtünk gyakorlatilag, mint volt annak idején a nagy svájci ilyen festőmanufaktúrák, hogy a mester az úgy nagyjából megcsinálta, hogy mi a többiek meg színezték. Na most Anna lányom színezte ezeket a történeteket, és hogy fölmegyünk, és akkor ott gyalogolunk, van egy ilyen sisakunk, és hát többen mondták, hogy ők is nagyon szívesen eljönnének a Holdra, és néhányan hazamentek elkérezkedni, mert mondtam nekik, hogy éjszaka megyünk. Na most az egyik anyuka az konkrét följelentési fenyegetéssel jött, mert a gyereke, a kisfia azzal jött, ment haza, hogy van itt egy bácsi a játszótéren,
és éjszaka elvisz bennünket. Na most én elhiszem, hogy ez nem hangzik jól, tehát ez őnek is valahol igaza volt, de aztán hál' Istennek kerültek, akik ismertek engem, és mondták, hogy hülye. Szóval, és ezt elfogadta, és én se tiltakoztam, tehát azért, hogy mondjam, bevisztek egy ilyen vizsgálati fogságból elmagyarázni, hogy gyerekeket miért akarom elvinni éjszaka, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy a fogalmakat azokat nagyon fontos meghatározni. Fontos leírni a kutatás menetét. Ugye beszéltem arról, hogy a tudományos megismerésnek az a lényege, hogy minden, amit csinálok, az csekkolható, ellenőrizhető legyen. Le kell írnom, és akkor begyűjtöttem, nem tudom, 200 adatot, azokat lefuttattam, nem tudom, variancia vizsgálaton, annak ez az eredménye, itt van róla a táblázat. Tehát, hogy minden lépés az követhető legyen. És ugye ismertetni kell az eredményeket, ismertetni kell a kutatási eredményeket, és hogyha a kutatási eredményeket már ismertettük, akkor beszélni kell arról is, hogy merre tovább, merre van az arra, merre lehet tovább menni, milyen lehetőségek vannak, amiket látunk, hogy akkor ezt még meg kéne csinálni, az kiegész. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen sematikus áttekintés, hogy amikor tetszőleges téma, űrkutatástól kezdve, tulajdonképpen a, nem tudom, a futball játékrendszerének a fejlesztéséig, bármi, nagyjából ezt a sémát kell, hogy kövessen. És az abból a szempontból egyébként jó, mert ez kvázi sorvezetőként működik, mert az ember tudja, hogy mi az a lépés, amit meg kell tennie. Tehát ez a kötelező, és erre aztán lehet improvizálni mindenféle irányba. Na most ennek most ez nem a ismertetésre vonatkozik, hanem általában véve a publikálásra. Tehát, hogyha még egy tanulmányt publikáltok, akkor abban, hogy nyomon követhető legyen, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoztok, és mi a háttere ennek a gondolatmenetnek, fontos hivatkozni. Tehát megjelölni azokat az adatbázisokat, vagy azokat a könyveket, tanulmányokat, amelyeket felhasználtatok a munkátok során. Ezt hivatkozással szokták általánosan a tudományos szakirodalomba föltüntetni. Alapvetően kétfajta hivatkozási rendszer van. Van a szövegközi hivatkozás, amit majd mutatok rá példát, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy zárójelben odaírják a szerzőnek a nevét, a könyvtanulmány megjelenésének az évét, és a végén van egy felhasznált irodalom, és ez alapján be lehet azonosítani. Ennek az az előnye, hogy amikor az ember olvassa a szöveget, akkor nem kell semmi varázslatot tenni, csak mondjuk Szabadfalvi, 1957, akkor tudja, hogy ha mondjuk járatos az irodalomban, miről van szó. Ha nem, akkor utána néz, de ott már ott van az információ. Van a másik hivatkozási módszer, a lábjegyzet, amikor csak egy 1-es, vagy 2-es, vagy 5-ös, vagy 10-es, vagy 162 van, annak az az előnye, hogy a lap alján, mert van végjegyzet is, de általában ez lábjegyzetnek alul van, viszont ennek az a hátránya, és oda lehet tenni sok információt, gondolati elágazásokat. Csak ennek az a hátránya, hogy megtöri a szöveg olvasását. Nem ennél, akkor vissza, hol is van. De ugye ennek az előnye a információgazdagság, tehát bele lehet tenni elágazásokat, kiegészítéseket, részbizonyításokat. De megtöri az olvasásnak a folyamatát. Ez általában irodalom, történettudomány van. Hát, ez, hogy mit, az adott szakma mit használ. Tehát, ugye én határon mozgok. Kicsit történész vagyok, kicsit földrajzos, kicsit meteorológus. Meteorológus egész kicsit. És akkor lényeg az, hogy attól függ, hogy hova publikálok, hogy milyen hivatkozási módszert használok. Ez azt szokták mondani ilyen szép magyar szóval, hogy custom of house. Tehát a ház szokásait kell követni. Tehát, hogyha megnézi az... Nem ő mondja, hanem a tudomány, tehát hogyha a szociológiában publikál, vagy publikálsz, akkor a szociológiának van, vagy az adott folyóiratnak mi a normája. Mert ugye van olyan, hogy a Belvedere, aminek a menedzselésében a Csaba dolgozik, az egy társadalomtudományi folyóirat. Vagy például mondjuk egy nemzetközi, van egy Ecohistory nevű horvát-szlovén újság, ami ugyancsak egy ilyen társadalomtudományi újság. És például, amennyire tudom, mind a kettőt elfogadják. Mert hogy interdisziplináris. Tehát ott el lehet dönteni. De mondjuk, hogyha például te kísérleti fizikában szeretnél publikálni, ott nincs választásod. Ott szövegközi hivatkozás van.
Tehát az interdisziplinális területeken van mozgástér. Van mozgástér. De hogyha szociológiában publikálsz, akkor inkább szövegközi. Tehát, ez a standardjuk, amúgy is szövegközit használnak, hogy inkább. Leginkább, de például a történettudomány az következetesen lábjegyzetet használ, az nagyon durván lábjegyzetet használ. Tehát itt van mondjuk egy szövegközi hivatkozás, a század, Hirschler 1935, Esztergár 1934. Ezt meg lehet nézni, hogy ki, hogyha az ember nagyon járatos ebben a szakirodalomban, akkor tudja, hogy kiről van szó alapból. És nem törik meg az olvasásnak a folyamata. Ilyen módon. Vagy itt van egy másik ugyanilyen. Azt még hozzá lehet tenni, tehát ide betesznek Esztergár 1934, vesző, mondjuk ez nem olyan volt, mert ezt csak copy-paste-tel vettem ki, és odaír 47, és akkor mindenki tudja az oldalszámot. De ehhez mondjuk a lábjegyzet annyival jobb, hogy ott nem csak az oldalszámot lehet oda, hanem a komplett szövegrészt. Tehát például én történész folyóiratokban olvasok olyat, hogy ennyi a szöveg, ennyi meg a lábjegyzet. És akkor ugye nehéz eldönteni, hogy mi miről szól, mert hogy több a lábjegyzet, mint maga, hogy is hívják maga. Tehát, hogy állít valamit, aztán a lábjegyzetbe visszavonja. Tehát, hogy és akkor miről van szó? Igen. Én pont erre akartam megkérdezni, hogy én is láttam ilyet, hogy egyharmad volt a szöveg, kétharmad a lábjegyzet, hogy Én olyan a pszichológus szoktam javasolni, tehát, hogy... Hogy az arányok azért fontos? Hát azért igen, tehát, hogy a normális, tehát, hogy most a normalitás persze az ember mindenki mindig magára szabja, tehát, hogy én vagyok normális, a többiek hülyék, tehát ez egy ilyen alapaxióma, de most ettől félre eltérve, tehát azért mondjuk egy olyan 10%-nál a terjedelmet tekintve, hogyha a lábjegyzet több, vagy mondjuk 20-nál nagyon megengedő vagyok, ott már bajok vannak. Ott már vagy önbizalom problémák vannak, vagy nagyon gonosz emberről van szó, aki meg akarja keseríteni az olvasóknak az életét, vagy arra törekszik, hogy rajta kívül senki ne olvassa el, vagy akik nem töltenek hosszabb börtönbüntetést. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy a meséltem már van egy oktatócsatornám, ahova ez a videó is föl fog kerülni, és hosszú időn keresztül, ugye minden ország szerint vannak ilyen elemzések, amit a YouTube ad, és hosszú időn keresztül a leglelkesebb hallgatóim a tekintetben, hogy a leghosszabb ideig, hosszabb megtekintésre, ugye általában ilyen másfél órás előadás, az átlag megtekintési idő olyan 25 és 30 perc között van, ami azt jelenti, hogy van, aki belekattint, meg van, aki megnézés, aztán ezt elvégzi. Most a tájföldi megtekintőim, azok végignézték. Most nem tudom, mit keres valaki tájföldre, vagy rosszul, mondjuk nincs kiadatási szerződése Tájföldnek Magyarországa. Tehát, hogy lehet, hogy szerepet játszik benne, de a tájföldi megtekintőim azok majdnem mindenki végignézte a teljes előadást, mert valószínűleg rohadtul ráértek. Na, tehát, hogyha nem muszáj, akkor azért a lábjegyzettel, meg a ilyesmivel azzal óvatosan érdemes bánni, mert hogy igen? Ez a szövegközménye is, amikor például olyan helyre kellett írni, ami pszichológiai téma, ugyanúgy szövegközi az elvárás, és az sem jó, tehát ez is, hogyha ott túlsúlyban van, mert ugye akkor ugye novumot nem adsz, csak hivatkozod a hivatkozni valamit, és akkor szövegköziben egy oldalon belül van 30 hivatkozni. Igen, ez egy szorongás profil, tehát egy mondatot nem mer leírni, anélkül, hogy ne tegyen meg, valami komoly embert ne tegyen mögé. Igen. Tehát ez ilyen szempontból, ahogy mondani szokás, lehet a sorok között olvasni a szó közvetlen és átvitt értelmébe is, hogyha valaki túl hivatkozza az állításait. Tehát amíg azt mondja, hogy nem tudom, hogy fejsze, és az is le van hivatkozva, tehát pedig nem kéne. Na, van a szövegközi hivatkozás, tehát például Ferges Zsuzsának itt van a Mi történik a szegénységgel című tanulmánya, Csalóka posztmodernitás 1-es, és ez ki van nagyítva, mert ez lábjegyzet, és akkor látható, hogy itt tulajdonképpen olyan információkat ad meg a Ferges Zsuzsa, ami a cikkre vonatkozó általános járulékos információ, első változata 2002-ben a CEU szemináriumán készült, angol nyelven, és magyar változatot Taller Ágnes fordítása, tehát jelentősen átdolgozta, tehát egy olyan információt tesz hozzá, ami a születés körülményeire, illetve magára a tanulmány eredeti változatának a céljára vonatkozik. Ez nagyon jó, hogy fejlődnek, pont
használunk lábjegyzetet, mondjuk nincs elvárása annak a lapnak, hogy lábjegyzet elvárása a szövegközében, mert itt is látom, hogy utána a szövegközi is van benne. Hogy attól függetlenül, hogy szövegközi az elvárás, mondjuk, igen. Egy vagy kettő lábjegyzet önállóan tehető, mert itt is ugye az alapjára a lábjegyzetet. Így van, tehát, hogyha, de azok általában általános lábjegyzetek szoktak lenni. Tehát, hogy nem abban az értelemben hivatkozása, hogy ahogy mondjuk a elemzés folyamatát követhetővé teszi, hanem például ez egy klasszikusan egy szociológiai folyóiratban megjelent lábjegyzet. De ebből egy van, vagy maximum kettő, és csak és kizárólag általános információkat közöl. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy hogy született maga a tanulmány. De nem erre van építve magának a gondolatmenet szakirodalmi alátámasztásának a folyamata. Oké. Na. Nagyon fontos dolog, amikor az ember ábrákat, táblázatokat pakol bele a tanulmányába, tehát nem az ismertetésről beszélünk, a tanulmányról, könyvről, tehát ezekről a dolgokról. Nagyon fontos néhány szabálynak a betartása. Én a visszatérő probléma, amikor készülnek szakdolgozatok, hogy ugye többnyire folyóiratokat olvasnak a drága hallgatók, és a folyóirat ábra kezelését alkalmazzák a szakdolgozatokba is. Nevezetesen kis ilyen szövegdobozba betesznek egy ábrát, ami nagyon jól mutat. Csak ugye az a baj, hogy a tudomány az nem így működik, hanem ugye minden csekkolható, ellenőrizhető, tehát minden egyes képet, ábrát, diagramot sorszámozni kell. Mert hogy az ember a szövegben hivatkozik a sorszámra. Hogy hol végzi éppen ugye gyengébbek kedvéért, tehát szokták mondani, hogy egy szöveget mindig idióta biztosra kell írni, tehát a leghülyébb és legrosszabb indulatú emberek se tudjanak belekötni. Tehát van mondjuk egy szövegelemzés, és ott van egy zárójelben 8. ábra. Tehát ugye most a 8. ábrát, leghülyébbeket, 8. ábrát elemzem. 8. mindenki, 8. Oké. Okay. Tehát ez tiszta ábra. A második dolog, kell egy aláírás az ábra alá. Tehát hogyha mindenki ismeri Kossuth Lajost, akkor is oda kell írni, hogy ez a kép Kossuth Lajosról készült, nem tudom ki festette, vagy fényképezte, vagy valami, és hogy honnan van. Tehát ez nagyon fontos dolog, tehát egy ábra aláírás, és meg kell jelölni az ábrának, képnek, bárminek a származási helyét, akkor is, hogyha saját szerkesztés. Azt is oda kell, saját szerkesztés. Tehát, hogy teljesen világos legyen. Ugyanis hát meglehetősen erőteljesek mai napság a különböző jogi hát hozzáférhetőségeknek, vagy jogi felhasználhatóságnak a ebből származó problémák. Tehát meg kell jelölni, ha valaki köznyilvános helyről használ valamit, akkor is oda kell írni, hogy honnan használta, honnan vette. És innentől kezdve meg van védve, tehát innentől kezdve senki nem köthet bele. A második dolog, hogy az ábra aláírás az lehet rövid és lehet hosszú. Miért? Mert hogy meg lehet csinálni azt mondjuk egy ilyen szociológiai szövegben, ahol szövegközi hivatkozás van, hogy az embernek vannak gondolati elágazásai. Mivel itt nem lehet lábjegyzetet használni, nem lehet máshova betenni, csak az ábra aláírásokban. Tehát azt csinálja az ember, nem tudom, van egy mondjuk egy ábra a kínai demográfiai helyzetről, és akkor beszél a kínai demográfiai helyzetről, és akkor az ábra aláírásban, hogy ez a korfa, mondjuk a kínai korfa, tessék megnézni, a jelenleg, nem tudom, 50-60 éveseknél van egy 50 milliós női hiány. Miért? Megbevezették az egy gyerekrendszert egy tradicionális társadalomban, ahol a fiú gyerekeknek az értéke sokkal nagyobb. Mit csináltak a kreatív kínaiak? Megölték a lányokat. Megölték a lányokat. És ott van 50 millió férfi, aki nézelődik, hogy most akkor mi legyen. És Észak-Koreából a illegális határátlépők közül csak a férfiakat adják vissza Észak-Koreában, őket nem. Hát ez egy ilyen csepp a tengerbe, de hát azért próbálkoznak. És ezt a sztorit el lehet mesélni egy ábra aláírásban. Tehát az ábra aláírás abból a szempontból érdekes, hogy ott nem csak a minimál információkat lehet elmondani, hanem egy ilyen kötött pályán ki lehet egy másik gondolati áramlatot, nincs benne a szövegben, tehát nem a szöveg építkezésének a logikáját nem változtatja meg, de mégiscsak bele lehet vinni ezt az elágazást. Ugye, és a harmadik, amiről itt már beszéltem, meg kell jelölni azt a származási helyt, tehát nem tudom, Wikipédia, vagy bármi, vagy az adatbázisnak a helyét
Központi Statisztikai Hivatal, vagy nem tudom, az ENSZ éppen migrációval foglalkozó szervezetének az adatbázisa, hogy is hívják címmel, webcímmel. Na most az irodalmi jegyzék a következő, ugye ez is egy validáló feladata, vagy része a tanulmánynak. El kell különíteni az elsődleges és a másodlagos forrásokat. Ez egy ilyen angol szász terminológiának az átvétele, ez a primary and secondary sources. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mondjuk történettudományból kiindulva vannak a források, tehát a Rogérius Hiralmas énekel a tatárok inváziójáról, az egy elsődleges forrás, az egy történeti forrás, de például okáért, nem tudom, Kristó Gyula egykori professzoroknak a könyve a 13. század történetéről, az már egy másodlagos forrás, mert ez egy elemzés, ez a különbség a kettő között. Tehát ez magyar szakirodalomban nem elsődleges és másodlagos forrásként, hanem források és szakirodalomként szokták elkülöníteni, de hát ugye a világ nagyobb része az nem magyarokból áll, nyilván értesültetek róla, hanem másokból, és az angol az, ami a standardokat adja a világnak, ezért érdemes tudni, hogy a primary, secondary, ez egy ilyen tagolás, amit azért a magyar tudományos világ is követ. Általában az internetes forrásokat, igen? Hát a másodlagos nem lehet megúszni, mert hogy az ember a szakirodalmat el akarja olvasni, az mind másodlagos forrás. Tehát az összes elemzés, persze a nyers adatokat érdemes... Én szenvedtem vele, hogy nem tudom, mert olyan ősrégi dolgokba kellett volna, viszont nem is tudok olyan nyelven olvasni. Hát egyébként fölhívnám a figyelmedet, hogy létezik egy ilyen, hogy ChatGPT. És mindenféle nyelveken remekül fordít. Tehát én azóta tudok román cikkeket olvasni, amióta előfizettem a ChatGPT-re, mert hogy se románul, se szlovákul nem tudok. Viszont ezek ugyanúgy fönn vannak akadémiai adon, itt-ott ResearchGate-en, és hát nyilván nem irodalmi szinten, de ilyen szempontból egy új dimenziót nyitott a ChatGPT, és ráküldöd és lefordítja neked. Tehát gyakorlatilag én kvázi asszisztensként használom, egy dologra tanít meg, hogy jó kérdéseket kell föltenni. Tehát mert hogy jó kérdéseket tud csak választ adni, egy-kettő olyanban tudod használni, amihez azért értesz. Mert tud azért hülyeségeket mondani, de hogyha értesz hozzá, akkor meg tudod ítélni, hogy az a válasz az hamis válasz, vagy nem hamis válasz. De adatgazdagság szempontjából, és hogyha igazán jól akarod használni, nagyon hatékonyan, akkor angolul kell. Mert hogy ugye nem a semmiből építkezik, hanem abból a háttér adatbázisból, és hát a magyar és az angol adatbázis között terjedelmében, mélységében, adatgazdagságában súlyos különbségek vannak. Igen, de meg kell nézni, mert... Mondjuk Kopány vezérről nem sokat tud az angol, de akkor muszáj magyar használni, de egyébként igen. Igen? Van olyan verzió, ami 2018-ban frissült, vagy jó, Jó, és hát ugye föl kell tüntetni az adatbázisokat egy külön kategóriába, tehát amikor az ember használ ilyen statisztikai adatbázisokat, nagyon sok fönn van most már interneten is, és a letöltés idejét az internetes forrásoknál, amit már jelöltem volt. Ugye a tudományos prezentációnál már volt szó, ugye van a poszter előadás, van az előadásnak három alkategóriája. Tulajdonképpen egyetemen, amikor az ember tart egy referátumot, az egy előadás tulajdonképpen, egy előadás. A konferenciákon van a szekció előadás, ez 10-15 és 20 perces lehet, tulajdonképpen egy ilyen szekció előadást fogtok tartani, és van a plenáris előadás, tehát általában ezt már nagy emberek tartják. A poszter előadástál, ugye erről már volt szó, alapvetően vizualitásra épül, egy négyzetméteres felületet szoktak általában kapni, az emberek 3-5 percet lehet róla beszélni. Ilyenkor ugyanazt a protokollt futtatják le, hogyha majd eljuttok ilyen helyre. Cím, szerzők, elérhetőség, kutatási támogatás, elméleti háttér, kutatási kérdések, módszerek, eredmények, diszkuszió, és ez nagyjából így néz ki, tehát ez egy ilyen klasszikus ilyen poszter szituáció, ennek vannak sablonok, az ember elkészíti bele, tekeri egy, hogy is hívják be, egy ilyen hordozóba, lehetőség szerint nem veszíti el, mert több kollégám úgy járt, hogy
föladta csomagként, és nem oda érkezett, úgyhogy gyakorlatilag állt egy ilyen fehér fal előtt, ami úgy megkapta a lehetőséget, csak nem érkezett meg hozzá a posztát. Tehát ezt érdemes kézipodgyászként, hogyha külföldre mentek, magatokkal vinni. Na, az előadásnál tulajdonképpen, csak ismétlésképpen lefuttatni, nagyon fontos dolog, amikor előadást tartotok, a bemutatkozás. Ugye oda megyünk vissza, amikor nekem is édesanyám, amikor először kiengedett ugye a nagyvilágba, mondta, hogy bemész valahol, köszönjél. Ez elképesztő fontos. Elképesztő fontos, ugyanis kialakul itt, nyilván már együtt vagytok egy ideje, hogy mindenki ismer mindenkit. És nagyon gyakori, hogy úgy kezdődik az előadás, hogy sziasztok. Nem, itt most modellezünk egy olyan helyzetet, amikor idegeneknek ad elő. Tehát ez úgy kezdődik, hogy nem tudom, Rákosi Mátyásnak hívnak, másodéves, hát... mezőgazdász. Igen, másodéves mezőgazdász vagyok, és előadást szeretnék tartani. Tehát el kell mondani. Ez ugye úgy működik, először is a nevet, meg kell mondani a nevet. A következő, ugye az embernek van egy identitás struktúrája. Tehát amikor, nem tudom, tegnap a városi bajnokságban záró forduló volt, akkor én futballista voltam. Tehát az volt, most itt egyetemi előadó vagyok. Tehát mindig van az embernek egy aktuális, az identitás egy aktuális része. Tehát amikor ide az ember bejön előadni, ez a napszakban megfelelő, köszönjük, jó napot kívánok, vagy sziasztok, alkalmasint, ugye oldottam fiatalosan, és megmondja a nevét, és megmondja azt az identitás elemet, ami akkor releváns. Tehát én nem tudom, hanyadéves, első, másodéves, mesterszakos közösségi és civil szervező, azt hiszem ez a... civil tanulmányok szakos hallgató vagyok, és utána jön az előadásnak a címe. De fontos bemutatkozni, mert erről le tud szokni az ember, ez a, mondom a kedvencem, ez a sziasztok. És egy mosoly mindenkinek. A mosoly az lehet, tehát az maradhat, csak ki vagy te. Fontos kérdés. Nagyon fontos dolog, hogy a cím után, menjünk vissza, bemutatkozásnak. Tulajdonképpen az előadás az egy promóció. Az egy self-management. Ezért, hogyha valaki előadást tart, és mondjuk nem 5000 embernek egy stadionban, akkor nagyon hasznos, és mondjuk készít PPT-t, akkor kinyomtatni néhány példányba a PPT-t. És oda tenni. Csak az pick-up, ahogy a autókészítők mondják. Tehát aki gondolja, elviszi. Nekem nagyon sok kontaktom innen jött. Ott volt rajta az e-mail címem, ez is fontos dolog. A nyitó dián, hogyha az ember PPT-zik, vagy ha nem PPT-zik, akkor is. Legyen ott a neve, az előadás címe és az e-mail elérhetősége. Ezek az alapok. Név, előadás címe. Tehát, hogyha nem használ PPT-t, akkor is érdemes elgondolkodni azon, hogy legalább ezt az egy dolgot kivetítse. Meg lehet csinálni PDF-en, PP-t, mindenhol. Tehát legyen ott. Miért? Mert ugye nagyon fontos dolog, nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, amikor egyetemre jártok, én nekem rendszeres volt, hogy ülök, így el, és hol is vagyok. És ez visz előadás tagjait, ilyen mélázó tagjait vissza tudja hozni. Ja igen, ezt az előadásra arról beszél. És akkor ott van. A másik dolog, hogy biztos tudjátok, hogy ha nem, akkor most ezt én elmondom, az ember életében a legfontosabbak azok a laza kötésű kapcsolatok. Tehát az azt jelenti, hogy ismernek valahonnan, beszélgetünk, megvan a telefonszám. Miért? Mert hogyha az ember meg akar oldani egy problémát, akkor van egy ilyen széles kör, akihez fordulni tud. És nem az, hogy adj kölcsön 6 millió forintot holnap, és ne írjunk róla a papírt, mert én is becsületes vagy te is. Tehát nem ilyen típusú dolgok, hanem van egy információ. Tehát, hogy az ember állást keres, ösztöndíjat keres, információra van szüksége. Ezek a laza kötésű kapcsolatok. És onnantól kezdve, hogy megvan az e-mail cím, hogy váltottunk két e-mailt, akkor rá lehet írni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt konferenciákkal, ilyen dolgokkal lehet szélesíteni. És nagyon fontos, hogy legyen egy kontakt, ahol az ember telefonszámot ne adjon meg senki. Tehát az éjfél után hívják, hogy és csak szuszok bele, tehát mégse jó. De hogy az e-mail, azt el tudja dönteni az ember, hogy mit válaszol, hogy válaszol, vagy akkor le lehet menteni a másiknak az e-mailjét, hogy tettem egy szívességet, akkor ez ugye ilyen bankként működik. Tehát fontos dolog, hogy az alap elérhetőségek ott legyenek rajta. Tehát egy név és egy e-mail cím.
bemutatkozást. Ugye fontos megmondani, hogy az ember miről is beszél. Ugye általában ezt szokták elszúrni a szemináriumi referátumokba, amikor bejönnek, és akkor hát a honfoglalókról szeretnék beszélni, honfoglalók jöttek, de fújik szét az egész, mint a nem tudom, nem megfelelő módon elkészített palacsinta tészta, meg kell mondani, hogy mi az, amire keresem a választ ebbe a 10 percben. Tehát meg kell mondani, hogy engem az érdekel, mondjuk, hogy mi van a holdnak a másik oldalán. Oké. Okay. És be lehet azzal fejezni, hogy nem tudom. Tehát, hogy a nem eredményes eredmény ilyen szempontból, tehát, hogy nem tudom, innen, ahol én nézem, csak ez látszik, tehát, és nem sikerült. A kudarc is eredmény. Tehát mi a kérdés? Nagyon fontos dolog, hogy mit használtam föl a kérdés megválaszolása, milyen adatokat használtam föl, nem tudom. Milyen űrszondának az adatait, meg a Schobert-Norbertnek erre vonatkozó elképzeléseit, bármit. Fontos a módszerek ismertetése, tehát hogy ezek az eredmények, amiről a végén itt elő fogok állni, ezek milyen kutatási módszerek nyomán születtek. Tehát nem tudom, hogyha demográfiai folyamatokról van szó, akkor ez alapvetően egy KSH adatbázisnak a nem tudom milyen statisztikai elemzésére épült. Tehát adatbázis módszer. És a végén ugye le kell vonni a kutatási eredményeket, tehát hogy a kérdésre jelenállás szerint milyen választ tudunk adni. És értelemszerűen a következtetések merre tovább. Tehát erről beszéltem a tudományos megismerés logikáját követve, tehát fontos tudnunk azt, vagy fontos leszögeznünk azt, hogy szerintünk melyek azok a dolgok, amiket nem tudtunk bizonyítani, de, és abba az irányba azért szeretnénk tovább menni. Mert hogy, ahogy itt mondtam az elején, a tudományos megismerés az nem állapot, hanem folyamat. És a tudományos közlésnek is azért erre tekintettel kell lennie. Tehát nem az úgy kell lezárni egy kutatást, hogy megmondtam, hogy mi van, ez a frankó, és amíg a világ és ez föl nem robban a nap, addig ez lesz. Mert ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Hát a prezentáció. Ugye van a szabad előadás versus olvasás. Mind a kettő tud jó lenni. Most ezt nem fogjuk használni, mert az egy hosszú dolog, de ott van példának okáért, ha valaki esetleg látta, akkor tudja, hogy miről beszélek, ha nem, akkor mindenkinek ajánlom. Eszterházy Péter a Mindentudás Egyetemén tartott egy előadást. És papírból olvasta. Időnként ugye föltekintett, tehát a papírból olvasás nem azt jelenti, hogy így arcol bele. Zseniális. Mert hogy egy író. Tehát ez volt neki a foglalkozása. És tudott úgy olvasva szöveget, mert ugye neki nagyon fontosak voltak a pici dolgok. Tehát mert ugye én a szabad előadást tartok, de hogyha ezt a szöveget, amit itt elmondok nektek, ezt leírva látnám, hát fölállna a hátamon a szőr. Mert hogy nem arra készült, én nem vagyok író, ez arra készült, hogy úgy próbálom összerakni ezt az előadást, hogy ezen a helyen, nektek, ebbe az atmoszférába, ez hatásos legyen, meg átmenjen az információ. Ez leírva nem biztos, hogy jól néznek ki. Lehet, hogyha majd megnézem az előadást a YouTube videókban, hát ezt nem így kellett volna. Tehát például én ezért nézem a saját előadásaimat, mindegyiket, időnként arra alszom el, hogy nyilván ez egy folyamat, az mondjuk a személyi kultusznak egy szélsőséges eset, amikor ember a saját előadásra elalszik rajta, de mindegy, hát lehetőség, tehát legyen legalább egy rajongom saját magamnak. Szóval a lényeg az, hogy jó lehet a szabad előadás is, rossz is lehet, és a felolvasás is lehet jó, és lehet rossz is. Ugyanez igaz a PPT-re, vagy hát újabb verzió PPT-X-re, hogy ki tud alakítani. A PPT nagyon hatékony tud lenni akkor, hogyha hozzáad az előadáshoz. Tehát nem csak arról van szó, hogy most egy fáról szeretnék beszélni, és ott van egy fa. Fát van gyakorlatilag néhány eszkimót leszámítva mindenki látott. Ugye ez egy nagy dilemmája volt egyébként a Biblia fordításnak, hogy az eszkimók nem volt szavuk a fára. De megoldották, tehát valahogy ilyen körbeírták. Tehát ez kicsit olyan dolog, hogy mint az indiánoknál, hogy nem volt alkoholjuk, de hát miután lett, utána elnevezték tüzes víznek. Tüzet is ismerték, vizet is, vagy ugye a Guinea-i partvidéken a ott élő törzsi népek elnevezték a portugálok hajóit úszóházaknak, mert nem voltak nekik hajóik, és akkor a legjobb közelítést alkalmazták. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy a PPT-nél nagyon fontos, hogy hozzáadjon. Tehát olyan információt adjon hozzá.
Ráadásul ugye az előadásoknál nagyon fontos dolog, hogy egy csomó nagyon-nagyon mélyen evolúciósan rögzült dolgot lehet előhozni. Nevezetesen, ugye mi, ahogy már itt próbáltam nektek bizonyítani, mi állatok vagy. Állatok is vagyunk, hát többé-kevésbé, és az evolúció során ráadásul az ember egy olyan állat volt, ami nem csúcsragadozó, hanem úgy a közepén a táplálékláncnak, tehát a polháknak joggal volt félni valója az embertől, az oroszlánnak kevésbé. Na most ugye az emberi evolúció és történelm során az történt, hogy az ember azokat, akik fölötte voltak a evolúciós láncban, azokat áttette a kihaló állatoknak a kategóriájába, tehát azokat elintézte, és most gyakorlatilag az ember csúcsragadozónak számít. Nem tudom, hova akartam innen eljutni, de miről beszéltem? Evolúciós gyökerek is. Ja igen, igen, köszönöm szépen, valaki csak figyel. Már nem rólam van. De ugyanis az a gond az előadásnál, amikor az ember szabadon ad elő, kétfajta gondolatvezetési logika van. Az egyik gondolatvezetési logika a logikus gondolatvezetés, az azt jelenti, hogy lépésről lépésre. A másik az asszociatív, csak akkor az ember időnként elfeledik, honnan jöttem, de ki vagyok én, miért vagyok én. Na mindegy, tehát hogy evolúciósan, ugye az ember mivel nem a csúcsragadozó volt egészen a jelenkori, hanem valahol középen, tehát azért rá is vadászott a különböző cicák, és ezért életbe kell maradni. És az ember arra figyelt, tehát talán tudjátok, hogy az emberi agy az test kalória szükségletének 27%-át emészti fel. Tehát a legnagyobb felhasználó az agy normális esetben. Vannak heroikus ellenpéldák, de most ezeket hagyjuk. És lényeg az, hogy erre lehetne fitness-t alapozni, tehát hogy többet elégetni gondolkodással. Tehát egy ilyen fitness szalomban ülnénk és gondolkodnánk, és akkor égetjük a kalóriákat, de hát ez még egy ilyen kihasználatlan piaci rés esetek, hogyha el akartok ebbe az irányba menni, akkor szerintem marketinget lehet rá építeni. Mondjuk, igen, igen. Mondjuk nekem ilyen szempontból eléggé handicapes vagyok, mert ugye talán említettem, volt faluban nőttem föl, és édesanyám ő főállásban disznóhízlalással foglalkozott, és mivel nem voltak faji előítéletei rajtam, és ugyanazt a protokollt futatta le. És hát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy gyerekkorban fájdalom küszöbig kellett etni, tehát én nekem évente háromszor voltam a körzeti orvosnál, azzal az egyszerű kórismével, hogy nem eszik a gyerek. Na most, hát a végén bekövetkezett az áttörés, mert ilyen alacsony alkoholtartalmú étvágyjavítókat kaptam, aminek én sem álltam ellent, meg kell valami pironkodva. És ugye az volt a logikája egyébként anyukámnak, hogy a disznókkal ugyanez, csak hát én megúsztam az utolsó stációt, tehát nem lehet tudni, de annak idején a National Geographic-on néztem egy... Sapka volt rajta, ez egy fontos dolog, de volt-e, ugye talán tudjátok, hogy mi a különbség a néprajzos és a kultúrantropológus között. A néprajz az egy 19. századi tudomány, tehát úgy dolgozik, hogy a 19. században gondolták, hogy a tudománynak kell működni, tehát mondjuk valaki székelyeket akarta vizsgálni, akkor elolvasta, amit a székelyekről írtak, elment a székelyek közé, beszélgetett székelyek, hazament, írt egy cikket róla. Tehát ugye van a vizsgáló és van a tárgy. Na most az antropológia az egy 20. századi tudomány, és ez alapvetően megváltoztatta ezt a fajta megismerési stratégiát, olyan értelemben, hogy az antropológus azt mondja, hogy ez egy ilyen kímélő üzemmód, nem kell sokat tudni arról, akiket megvizsgálsz, mert akkor működnek az előítéletei az előző generációknak. Viszont akkor tudsz valakit megismerni, hogyha közöttük élsz. Tehát a CERN volt egy kollégám, a Michael Stewart, aki a Kelet-Angliai Egyetemen végzett, és valamiért úgy döntött, hogy a magyarországi cigánysággal szeretne foglalkozni, nem tudott se magyarul, se, leszállt a nyugati pályaudvaron, vagy a keleti pályaudvaron, amikor odajöttek a nemzetközi vonatok, elment, ösztöndíjat kapott, megkérdezte, hogy hol él a legnagyobb ilyen egytömben élő cigány közösség a országban. Megmondták neki, ott volt néhány segítője, megvették a jegyet, Sajóbában környéken valahol, leszállt a vonatról, bement a cigánysor és egy üres putriba beköltözött. Hát nem nagyon bíztak benne, hogy ott életben marad, de a második évben már az összes környékbeli gyereknek ő volt a keresztapja. És hát onnantól kezdve egy 3-4 évig élt abban a közösségben, végén befogadták, úgy kellett. Tehát teljesen egy nagyon kiváló kutatója lett ennek a témának.
És hát amikor megkérdezték tőle, hogy nem tudom, bizonyos szokások hogy vannak, akkor nem az volt, hogy föllapozta a szakirodalmat, hanem elmesélte, hogy ez hogy volt. Mert hogy ott élt közöttük. Na most ennek azért vannak veszélyei, most nem olyan régen láttam egy National Geographic-os ilyen antropológiai filmet, egy ilyen kaleidoszkópszerű volt, és arról volt szó, hogy az egyik ilyen amerikai antropológus elment az Amazonas völgybe. Be is épült egy ilyen törzsbe, ő is a kis ágyékkötő, ilyesmi, fitness, fáramászás, tehát nagyon jól élt. Mire kiderült, hogy történetesen az a törzs az emberevő. Őt nem ették meg, de többször megkínálták. És ott nem volt B-terv. Mikor hozzák a kóstolót. Szomszéd faluból a szószoros értelmében. Na mindegy, tehát, hogy azért ez se könnyű. Hát Faszi mondta, hogy amit tudott, lelépett. Tehát, hogy amit lehetősége volt, mert nem is ízlett, meg nem is jó volt elkészítve. Na mindegy. Tehát, hogy mindenfajta problémái felmerültek. Mindenféle problémák felmerültek. Most lényeg az, hogy visszatérve itt a főcsapás irányra, az embernek önmagában a mozgás az figyelmen kellene. Tehát egy menekülő állatok vagyunk, alapvetően nem tudom ti mennyire, de én azért többnyire. Szóval menekülő állatok vagyunk, és ha az ember mozog, akkor az önmagában képes figyelmet generálni. Ha változtatja a hangszínét, vagy csendeket tart időnként, tehát nyilván mondjuk egy 10 perces csöndnél már azért kínos, de még rövidebb csendeket, azzal is lehet figyelmet generálni. Tehát nagyon sokféle technika van arra, hogy az ember önmagában figyelmet generálja, mert ugye ez a nagy felhasználású agyunk, ez amint nincsen olyan információ, olyan hatás, ami érdekes, azonnal standby-ba átmegy. Tehát én emlékszem, hogy volt egy tanárom, aki ilyen motyogott, bejött és motyogott. És hát pillanatokon belül ilyen stand-by-ba került mindenki, aki nem volt az első sor, és nem hallotta, hogy mit motyog. Mert érdekeseket motyogott, de motyog. Semmi hangosítás, csak bejött, motyogott másfélen keresztül, és a vizsgál visszakérdezte, amit ő motyogott. És nem volt írott verziója, tehát így ment el a univerzumba, ellevegtek ezek a történetek, és az a két-három lánynak könyörögtünk érdenába, hogy amit ők hallottak, hogy legalább egy részét adják ide elolvasni, mert olyankor viszont nem tudom, ti tapasztaltátok meg, én amikor ennek az embernek a vizsgáján voltam, most nem bántam, szegény már nem él, akkor tapasztaltam meg, mikor megkaptam a Mükénei kézbipart, amiről azt sem tudtam, hogy ilyen van, de hármasra levizsgáztam belőle, tehát ez életem egyik legnagyobb teljesítménye volt. És megéreztem azt, hogy milyen az, amikor az ember elkezd izzadni, de nem úgy általánosan, hanem így itt a gerincoszlopon mennek lefelé így a izzadságcsöppek, így egymás után. És a végén már eljut oda, hogy be is pisíhet, mert olyan állapotban van a teljes alsónemű. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy figyelemfelhívó trükkök, ezek nagyon sokfélék tudnak lenni. Tehát például a kokáért voltam Versailles-ben egy konferencián, ez egy ilyen klimatörténeti, környezettörténeti konferencia volt, és bejött két ilyen teljesen amerikai diák. Ez amerikai azt jelentette, hogy ilyen 130 és 40 kiló között, tehát ezek a nagyon nagy darab. Tehát én tehát olyan nagy darab embereket, mint Amerikában sehol nem láttam. Tehát ahhoz képest, hát én is gyakorlatilag egy anorexia nervóza állapotában vagyok. Ugye biztos tudjátok, hogy mi az anorexiának az első fázisa. Hát az ember kövérnek érzi magát. Na most én itt stabilizáltam a folyamatot, tehát hogy leállt a betegség, tehát ez egy nagyon fontos ilyen lelki. Fölépítettem itt egy gátat, belenézek a tükörbe, hát bár anyukám szegény, mindig azt mondta, hogy majd egy kicsit összeszeded magad, mert nem volt elégedett velem sosem. Mindig igen, mondta, hogy egy kicsit így kerekedett a hátam. Na most az akkor van, amikor az ember már más irányba nem tud nőni, csak abban az irányba is akkor. De ugye ki kell menni a pusztaszeri emlékparkba és megnézni, hogy milyen normális ember. Mert ugye az a szegénység állapotában egyrészt jelzi a magas státusz, másrészt meg van a tartalékai a túlélésnek. Mert hogy akinek nincsenek tartalékai, jön egy zórász, ugye az emberiség történetében 99,9%-ban soha nem volt elegendő erőforrás. Tehát föl kell halmozni tartalékokat. És hogyha vannak tartalékok, akkor életben maradok. Én azért nem rossz eséllyel állok a jövő. Na mindegy, tehát viszont bejött ez a két nagy darab amerikai gyerek, iszonyú meleg volt, rövid gatyában. Ez azért fontos, mert hogy én amikor kimentem életem első konferenciájára, nyakkendő, érettségi öltöny, és akkor néztek, majzba voltam, igen, végzős, tehát már elvégeztem egyetemet, de közvetlenül utána,
Bemegyek ilyen elegáns öltő, nyakkendő, keletről jöttem, kompenzáció. Néznek, hogy pincér? Mondom, hogy nem, itt előadó vagyok, köszönöm szépen. Mert ugyanis az van, hogy nálunk van egy konferencia, akkor elkezdenek öltözködni. Mert ez egy ünnep. Kis estélyi, kis kosztüm, öltön nyakkendő. És amikor én kikerültem nyugatra, és szembe kerültem azzal, hogy a konferencia az nem ünnep, az munka. És mindenki olyan ruhát vesz fel, amiben jól érzi magát. Nyilván, hogyha valaki plenáris előadó, esetleg egy zakot szoktak neki szólni, de a pulóverbe jön, nem számít. Tehát így teljesen kilógtam, mert ugye mit csinál a kelet-európai ember? Talán, remélem nem tőlem halljátok először, Magyarország a tudományos világban nem az, ahol megmondják, hogy merre van az arra. Hát mi egy ilyen félperiféria vagyunk, mint általában minden tekintetben, és ezért az van, hogy akkor gondoljuk magunkról azt, hogy nagyon jók vagyunk, amikor be van zárva az ország, és nincsenek referenciacsoportok. Na most nekem önhibámon kívül ugye a 90-es évek az nyugaton telt el, és szembe találtam azzal, hogy az, aki nem tudom, itt-ottam ott Magyarországon azt mondja, hogy merre van az előre, ő se tudja. És iszonyatosan le van maradva azoktól a valóban létező globális akcióközpontoktól, de hát mivel gyakorlatilag az ország félzárt vagy teljes zárt állapotában működött, ez az információ a többiekhez nem jut el. És ilyen regionális, hogy mondjam, konfuciuszként osztja az észt, pedig hát neki se olyan sok van, de mindegy. Tehát ez nem így működik. A tudományos, a globális tudományos világ, nyilván most egy üzleti konferencia az más. Tehát ott megnézik, a rejtik órát nincs, nem is adhatsz elő. Tehát ez most a tudományos világ, ahol nem számít a vagyon, a teljesítmény számít. Ott bármi. Tehát például volt egy kedves barátom a John McNeil, hát ő úgy adott, tartott plenáris előadást, mert akkor érkezett Amerikából, hogy egy edzőcipő volt rajta. Majd, nem tudom, 9 órát utazott, szétrohad a lába, nem öltözik már át, kiment, megtartott előadást, volt egy zakó, meg egy fehér edzőcipő. Mert hogy abban érezte jól magát. Tehát nyilvánvalóan pizsamában nem, bár arra is már volt példa, tehát voltak ezek a Covid idején ezek a online előadások, és akkor az időeltolódásnál időnként megjelent a kamerában valaki egy ilyen pizsamában, köldöki kigombolva, és akkor szólt elég, hogy legalább így hogy mondja, egy melkasi gombolja visszavehet, több információt közöl, mint amire érdeklődés mutatkozik. De hogy abban jön be az ember, amiben jól érzi magát. Miért? Mert hogy biztos találkoztatok azzal a problémával, amikor az ember kiöltözik, akkor feszélyezetten érzi magát. És még azt se futja, amit egyébként futna. Tehát normál, abban vegyek fel, hogy nyilván az adja meg az embernek a komfortérzetet, amiben szeret lenni. Most ezek az amerikai gyerekek ilyen baseball nadrágba, ilyen közép combigérő baseball nadrágba, meg ilyen színes pólókba bejöttek, és tartottak egy előadást a cukor terjedéséről. Talán hallottatok róla, hogy a cukor az a nagy földrajzi felfedezések kapcsán terjed el a világban, és tulajdonképpen a fogszúvasodás, mint európai népbetegség, az akkor jelenik meg. Tehát a pompei kitörés után föltárt múmiáknak nagyon jó volt a fog, nem ebben haltak bele, a vulkánban, de hogy a foguk az jó volt. És amikor jön a cukor, akkor viszont lerohadnak a fogak, de iszonyatos mennyiségben megváltozik a cukorfogyasztás miatt a szájnak a pH-ja. És úgy kezdődött az előadás, hogy kiosztottak mindenkinek egy nyalókát. Ez így előfoglalkoztató kit volt, ugyanis ez a gömnyalóka, biztos ismétek a gömnyalókát, ami le van hegesztve. Tehát ott kezdődött, hogy az ember szembe került egy problémával, hogyha nem szeret fóliát nyalogatni, mert annak azért vannak, hogy mondjam, ellenérvek, amit ezzel szemben föl lehet hozni, le kell szedni a fóliát. Ez nem könnyű. Úgyhogy ott én egy piacvezető voltam a bicskámmal, és hát ez a kelet-európai származás következménye, tehát 5 éves korom óta kést hordok magamnál, nem azért, hogy a drága hallgatóságot megfenyegessen, most is van nálam. Ez egyszerűen szokás. Egyszer, hogy mondjam, szívtam meg ezt, amikor nem tudtam, hogy oda megyek, csak kaptam egy címet, Svájcban mentem ki ösztöndíjasnak, és akkor még nem voltunk uniós tagok, és vízumot kellett szerezni. És nem tudtam, csak címet kaptam meg, hogy a nagykövetségre, egyáltalán nem a nagykövetségre, a külügyminisztériumba kell először mennem. És hát akkor mind a két bicskám nálam volt valamiért, úgy éreztem, hogy mégiscsak Budapestre utazom, mert szükség lehet rá, és hogy besípolt a kapu, mert olyan kapu, és akkor elkezdtem így kipakolni, és hát fölvetődött a rendőrt hívnak dolog, de mondtam, hogy itt hagyom, megbízok bennük, hogy nem
teszik el, és akkor visszafelé majd visszakaptam. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy kijött, ahogy is ilyen kiosztották, én körbeadogattam a svájci bicskámat, fölbontogatták, és az történt, hogy az előadás 5. percében, mint a disznók az önetetőnél, 20 ember ült a teremben. Na most, hogyha valaki édesség iránti függőség állapotában van, én csoki függő vagyok, de 2 napja tiszta. Mindig így visszaesek időről időre, tehát mikor veszek egy ilyen 450 g-os nutellát, és az alján kopan a kanál, akkor úgy, hogy mondjam, önvizsgálatot tartok, és akkor mindig van egy ilyen hosszabb száraz időszak, de aztán visszaesek. Egyébként... Hosszabb két napos. Hát most éppen, igen, mert úgy alakult. Egyébként mindenkinek fölhívnám a figyelmet, hogy van egy nutellánál sokkal jobb. A Nutóka. A Nutóka ezt az Aldi árusítja, most ez a reklámnak minősül, remélem kapok rá árkedvezményt. Ez egy vakteszten verte meg a Nutellát. Több ilyen tesztmagazin, általában amikor venni akarok valamit, ez véletlenül szaladtam csak bele. Úgy alakult, klikkelget az ember, és ilyen magyarok reklámok így följönnek, csak belenéztem. És akkor lényeg az, hogy a Nutóka megverte a Nutellát. És utána hát ilyen mondottam, hogy ha már ajánlják, akkor megnézem, és azóta teljesen átálltam. A gyerekeimnek még veszem a Nutellát, mert ők ilyen konzervatívok, de én már Nutóka fronton gyorsulok, és sokkal könnyebb, tehát hogy krémesebb, és kevésbé bajszerű. Tehát vizsgáljátok meg a kérdést. Ahogy mondani szokás, házi feladat, és akkor majd visszatérünk a vizsga alkalmával. Na mindegy, és lényeg az, hogy azáltal, hogy kiosztották ezeket az ajándékokat, az ajándéknak az ember mindig örül. Tehát, hogyha ha nem tudom, kutyapiszkot osztanának, annak is örül, hogy ajándék ingyen van. Ráadásul, ugye ennek van egy ilyen primér, endorfin termelő jellege, tehát amikor az ember ilyet eszik, nem tudom, hogy ki próbáltam már, örömérzet. És mit csinál az ember, amikor örömérzetet okoznak neki? Hát, hogyha nem szocia vagy pszichopata, akkor hálás. És nem volt olyan nagyon jó az előadás. De mind a mai napig megvan, hogy ott vagyunk pusztán. Ráadásul egy közösség jött létre. Én adtam neki kést, ők használták, megköszönték, utána beszélgettünk, és ráadásul hogy is hívják, mint a disznók. Úgyhogy egy nagyon egyszerű trükkel létrehoztak egy kvázi lájtos, de közössége, hálásak voltunk neki, és mind a mai napig emlékszem rá. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy hogyan lehet hozzákapcsolni egy információt. Ezt úgy hívják egyébként, hogy memóriafogas. Nem tudom, ismeritek a módszert? A memóriafogasnak a módszerét? A memóriafogas azt jelenti, hogy az ember valami módon az információt rögzíti. Volt egy nagyon kedves barátom, nagyon sajnálom, szegény meghalt, írtak egy könyvet, egy angol nyelvtankönyvet, aminek az volt a lényege, hogy ugye a 1500 szó az a minimális szómennyiség, amivel már az ember tud kommunikálni. Most ezt az 1500 szót, ezt összegyűjtötték statisztikai vizsgálatokkal, és mindegyikhez kötöttek egy történetet, ami egy ilyen memóriafogas, ami megfogja. Na most csak egyet mesélek el ezek közül, Huron Checkbooknak hívják egyébként, régen adták ki, talán még azért hozzáférhető, és az egyik ilyen történet, hogy keresztes háború kora, Tancred lovag elmegy a háborúba. Viszont hát ugye, ami állítólag nem létezett, nem tudom, nem vagyok a témának a kutatója, hát a felesége ő nagyságára, Kunigundára így rázárta az erényövet, állítólag nem is tétezett, nem tudom, tehát időnként ezt olvasom, időnként azt, mindegy, tételezzük, hogy van erényöv, rázárja. És átmegy a szomszédba, Olivier lovakhoz, hogy Kunigundát itt hagyta teljes erényövbe, de hát, hogyha 10 év múlva nem érkezik vissza a keresztes háborúba, akkor aztán meghal, és akkor 10 év múlva menjen át, és Kunigundáról vegye le az erényövet, és akkor megházasodhat. Na most Olivier nagy híve a minőségbiztosításnak, és időről időre éjszaka átlovagol a szomszédba, és megnézi, hogy nyílik-e a erényöv, és aztán éjszaka visszalovagol, hogy a Kunigundának a böcsületében ne essék kár.
Most az egyik alkalommal, amikor éjszaka lovagol át az erdőn, esik az eső, elcsúszik a ló, ló a lábát töri a patakba, és hát ilyenkor nincs más választás, lovat meg kell ölni, nem tudom, tudjátok-e miért. Mert erdől és leesik a szervei, nem? Megfújt. Mert ugyanis megforna a lónak a csontja, csak nagyon nehezen, ugye mennyi ideig alszik egy ló, nem tudom, tudjátok-e? 2 óra. 2 óra. Mennyi ideig alszik egy macska? 16-ot. 16-ot. 4 órán keresztül keresi a helyét, és a 4 óra az a többire való. Én bejegyzett élettársi kapcsolatban élek egy macskával, illetve 3-mal, de egyikkel az a nagyon bensőséges állapotban. Ma is úgy ébredtem föl reggel, ahogy általában szoktam, 6 óra 30-kor a zsizsa felugrik a mellkasomra. Van is a lányaimtól kaptam egy ilyen pólót, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a zsizsának a segrenyomat, ami általában rajtam szokott ülni, tehát itt van neki a kis teste, itt meg a farka. Na minden, zsizsa felugrik a mellkasomra, kapok tőle egy puszit, és utána, ha nem nyitom ki a szememet, akkor ráteszi a mancsát a számra, és belereszti a körmét. Erre föl szoktam tudni kelni. Általában nem tudtam neki a szombat és a vasárnapnak a szentségét megtanítani, de az a szerencséje, hogy nagyon könnyen visszaalszom. Tehát ilyenkor az van, hogy 6:30-kor felébreszt, akkor kicsit még puszilkozunk, aztán befordulok a falnak. És akkor tudomásul veszem, hogy most akkor szeretnék tovább aludni. Kicsit még dagaszt a fejemen, de ez már nem zavar annyira. És csak itt megnézem az arcomat, hogy maradt egy nyoma, de nem maradt. Igen. És na jó, szóval lényeg az, hogy 16 órát alszik. Most a lónál ráadásul ugye az van, hogyha egy lovat 4 órán keresztül nem tudnak talpra állítani, akkor annak over. Tehát nem véletlen, hogyha nagyon beteg a ló, nem törött el alatt, nagyon beteg, akkor ilyen csigákkal föl kell állítani, mert úgy működik neki. Na mindegy, na térjünk viszont, leszúrja a lovat, és ott áll bokáig mutatva a tankra, illetve Oliver lovat, és csak annyit mond, hogy se ló, se kény. Na most angolul, az azt jelenti, hogy sekély. Már ugye a víz. Na most hát ezt a sztorit nekem 92-ben mesélte a Nyerges Andris, azóta sem bírtam elfelejteni. De ez a memóriafogás. Tehát, hogy ráakasztotta a szót egy olyan történetre, ami, vagy ugye a másik ilyen történet, akkor tanultam, kezdtem tanulni angolul, hogy is hívják, a Petőfi átköltés. Szép vagy Alfield. Ugye? Ugye a field az a mező, rét, ilyesmi. Szép vagy a field, legalább nekem szép. Na mindegy, tehát hogy ez a memóriafokasnak a logikája, hogy egy olyan... Huron, az indián törzsről van szó. Na mindegy, tehát hogy vannak olyan trükkök, amivel be lehet vésni információkat, és akkor ott maradnak. Tehát hogy ugyanez a, igaz, biztos ismertek a klasszikus javaslata fájdalomcsillapításra, hogy hogyan lehet fájdalmat csillapítani gyógyszerek nélkül. Egy még erősebb fájdalommal. Tehát, hogyha az embernek levágták a kezét és levágják a lábát, az elfogyja a kéz. Miatt érzett. Igen, tehát ütött. Hát igen, volt egy ilyen legendás fickó, akinek fájt a foga, mexikói, és akkor belelőtt egyet pisztolyjal, és megoldott a problémát. Igen. Na, akkor köszönöm a figyelmet, most tartunk egy pici szünetet, és utána innen folytatjuk. Ez a részlet megy föl a YouTube-ra. Kövessetek be! Hallom, mi